Sziasztok, én Kraken vagyok, és most ugyanazon a pályán fogunk játszani, mint a legutóbb, csak annyi különbséggel, hogy nem bombára kell menni, hanem egy túszt kell kivinni. Jó, hát akkor igazából már minden karaktert elhoztak szinte, úgyhogy hozzuk a termájtot. A Sledge lett volna értelmes, meg az Ash, a Fuse annyira nem, mert nem akarom berobbantani a túszt, úgyhogy marad a termájt. Kíváncsi leszek. Jó, most valamivel több az esélyünk, mert nincsenek ilyen százas szintűek. Hála égnek nálunk. Jó, most már azért tapasztaltabb játékosok vannak, kivéve ezt a 4-es szintűt. Őszintén szóval nagyon remélem, hogy valami jó meccset kapunk, nem pedig megint egy csomó szívás lesz az egészből. És nem értem, mi a francnak kell ennyit töltsön. Azt írja mindenkinek, hogy complete, ez fölül azt írja, hogy 5 per 4. Ezt nem értem. Most már csak 3-an vannak. 3-an vannak enemibe. Most megtapasztalják ugyanazt, mint én a legutóbbi videóban. Na, csak elindult. Hopp. A konyha mellett. Ott van a kajáldánál. Egyértelműen ott lesz. Jó, most megnézhetjük a mappot még 10 másodpercig, mert mindegyik drónunkat lelőtték. Nagyon izgalmas. Az a kék tető, hát az fenomenális. És végre mehetünk. Ja, most valaki már visz, valakik már ketten is beléptek. Már benn vagyok a házban. És valakit ki is szedtem. A Breach Charge-a. Még egy ember megvan. Már csak egy emberük van. Ne! Pont akkor vettem észre, amikor lőtt. Ilyen nincs. Pedig teggelte is a srác, csak nem tudom, valamiért nem láttam. Szép volt. Bocsátok. Azért az nagy mák volt, mikor lerobbantottam valakit. Fogalmam nincs, hogy sikerült. Lényeg, hogy sikerült. És akkor hozzuk a jégert, mert a Valkürt hozzák meg a Mute-ot, meg a Pius-t is. Az lenne jó, hogyha Recruit helyett tudná hozni mondjuk a Castle-t. De hát ez van. Megint éveket kell várni. Nem.
Szerencsére nem. Nos, én nem akarom ugyanazt szívni, mint az előző körben, amit megcsináltunk, úgyhogy ezt bevédjük így. Most, hogy ez megvan. Tehát lehet lőni, viszont ez sokkal veszélyesebb fa. Inkább ezt. Inkább ezt védjük. Így. Nagyjából körbe van védve minden. Ez az én sarkom. Elmegy mindenki innen. Két ember megvan. Két embert leszettem. Hát ezt a legszarabb helyre dobtad. 3v3. Srácok, előnyt szereztem. Sikerült elcsesznetek. Jó, még igazából, hogyha bemásznak ott, akkor nem rossz. Hopp, ott egy shield van. Ketten vannak. Kéna help. Kéna help. Valaki. Sebezve van. Király, még egy ember. Király, azt is leszettük. Jó van. Azt hiszem, hogy én meg a Valkür szedtünk ki mindenkit. Ez egy egész jó kör volt. Most viszont mi fogunk támadni. Én megint a termite-ot fogom hozni, ugyanis az egy jó taktika, hogyha fentről esetleg be akarnák védeni azt az ajtót, mint ahogy én is csináltam. Pont ezért nem tudták ránk robbantani, azért robbantottak mellette, vagy lehet, hogy Sotival lőtték ki ezt a részt, nem tudom. DLC today, no? Azért angol tudás az ott megvan. És igen, ma fog érkezni, hogyha jól tudom, 4 óra múlva. Legalábbis amikor veszem fel, akkor még 4 óra van. 3-4 óra van, azt hiszem még hátra addig. Ugye akkor... akkor lesz majd... Elkaptak? Elkaptak. De igazából most már tudjuk az összes karakterüket. Tudjuk, hogy van egy Kessel, egy Rook, szóval van páncéljuk, van egy Mute, ami miatt ugye Jammel lettünk. Plusz kamerájuk van, és a Pius is tudja, hogy hol vagyunk. Úgyhogy... hajrá! Ne! Mi a szar volt ez? Szemét. Ott várt rám. Hát ott pont nem tud semmit csinálni. A gyerekszobában balra volt a Pius. Elcsesztett.
Hátba lőtte a Pewze. Igen, a Pewze lőtte hátba, és 1v4-et kéne lehozzam az S-ről. Ami nem valószínű. Tekintve a 45-ös karaktert, aki 0-1-1-jel van benn. Hát cáfoljon ránk, de a Pewze úgyis tudja, hogy hol van. Feleslegesen lőtte ki a jammert, úgyse fog tudni semmit csinálni. A Pewze meg tudja, hogy hol van, úgyhogy valószínűleg falon keresztül fogják lelőni. Most jött ki a Pewze, és ott is volt. Hát sajna, ez nem volt egy olyan szép meccs. Viszont még simán nyerhetünk. Jelenleg 2-1, egyet kell nyernünk csak. Nos, akkor kit hozzak? És hozom akkor a Kápkánt, hát ha több esélyem lesz vele ügyeskedni. Osztatok miutat, igaz? Akkor be kéne pokolni őt is. Épp azzal minél hamarabb. Jó, ezt még így ide behajtjuk. Itt is így szépen. Ablakból nem tudom rárakni. Miért nem? Viszont nem. Azt hiszem ez lesz az én sarkom. Az igazság, hogy ott jön egy drón. Feltétlen ki kellett cseszni azt onnan. Szerintem nem volt az olyan jó ötlet, mint amilyennek gondoltam. Sőt, igazából egyáltalán nem volt jó ötlet. Most már rálátnak a trapra. Ez komoly, oda az ajtó alá. Őszintén szóval, hogy itt kéne legyen a Twitch-es drón. Ki lent van Shotival, neki kéne hátba kerülni az embereket. Egyet sikerül spottolni. Ott lesz az ajtóba. Megvan. Egy megvan. Ott jön egy Twitch. Jól lenne tudni a többit.
Hogy a büdös francba lőtt le? Mikor én meg ugyanazon az ível lőttem. Ja, szerintem is. És ez mi a büdös francot csinál lenne? Inkább nem is kérdezek semmit. Azaz, összetudott rappet, ügyes vagy. Hogy hívják? Samutis. Jó van, közben írtam. Hó lett a góból. Szerencsére a Valkür. Nem a Valkür. Ami út végre csinált is valamit, nem csak szétcseszte a trappeket. Így ezért sikerült megnyernünk. Hát, nehéz szülés volt, akkor kiütik a barikádokat tök fölöslegesen, meg mikor lemegy egy ember a pincébe, nem is tudom minek. Vagy nem is pincé, igazából garázs. Jó, közben legalább megkaptuk a bónuszt, a plusz 150 pontot. Így most van 23.800. Igen, nagyjából még két körre. Hát azért inkább háromat kéne tolni, hogy meglegyen. Három nyertes meccset. Most köszönöm, hogy velem tartottatok. Ez lett volna a kis rainbowozás, úgyhogy szerintem legközelebb már megpróbálom a patch után venni a videót, felvenni a videót, úgyhogy remélhetőleg be fog dobni az új pályára, és akkor azt be tudom nektek mutatni. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!